5-én fejeződik be az NB1-es bajnokság. Talán a július közepén kezdődik majd az új, és előtte már lehet Európa Liga selejtező, az pedig is szabadrugás lesz. Diára rúgja össze Manku Lazovic lábát, és kap egy sárga lapot Szulajmán Diára. Ő is csak nevet ezen, más nem tud csinálni. 12. sárga lapja a szezonban Diárának. Ma lássuk még egyszer. A fláléb a sarkára egy kicsit. Őt is közben Diára piros lapot is kap. Megint megcsinálja ugyanazt a hibát Diára. Kap egy sárga lapot, aztán reklamálásért még ki is állítatja magát. Diára nem folytatja. A 28. percben nem elég, hogy két gólos hátrányban az Újpest, most már ember hátrányban is. Úgyhogy azt mondtam, hogy a gólok tekintetében nem ismétli önmagát a történelem, mert hogy most a Videóton szerzett vezetés, hát Diára kiállításában, akkor ezúttal viszont igen. Megint kiállítják a mali játékost. És egyből piros lapot kapott közben. Természetesen, úgyhogy bocsánat, hogy azt mondtam, hogy a reklamálásért kapta. Akkor ezek szerint úgy ítélte meg Karakó Ferenc, hogy utolsó emberként gólhelyzetet akadályozott meg ezzel a mozdulattal Diárra. És ezért.